alkottak, és az pedig egész biztos, hogy a Beat nemzedék fontos műveinek megértéséhez hozzájárult, hogy elsősorban a vonatokon olvastam Charles Bukowskit, vagy Henrik Ginsberget, vagy Jack Kerouacot. Na, de nem azért jöttünk, hogy a vonatos élményeimről meséljek, hanem a már imént említve projektet szeretnénk lezárni. A két vasúttársaság, tehát a Mástart Zrt. És a Gyesep Zrt. Közös közbeszerzési eljárás keretében 2013 márciusában szerződött Flirt típusú motorvonatok szállítására a svájci Stadler Busznánk AG-vel, mostanra pedig már az ország számos vasútvonalán találkozhatunk a kijelzőn is látható impozáns kék-fehér és zöld-sárga járművekkel. Ez a beszerzés a hazai vasúti közlekedés szolgáltatási színvonalát európai szintre emeli, hiszen a vonatok a kényelmi jellemzőik mellett csökkentik a környezet terhelését, hozzájárulva a fenntartható közlekedés kialakításához. A fejlesztés, ez nagyon fontos, az EU kohéziós alaptárs finanszírozásával valósul meg. Nagyon köszönjük, hogy az újságíró kollégák ezt is megemlítik a tudósításokban. A Mástart Zrt. 42, a Gyesep Zrt. Pedig 6 új Flirt villamos motorvonattal büszkélkedhet. Az elért eredmény jelentőségének részleteiről pedig hamarosan meghallgatjuk majd azokat a vezetőket, akiket van szerencsém és tisztelettel köszöntök. Előtte azonban szeretnénk felkonferálni azt a filmet, amit már az imént említettem,